Dömény Zsuzsa, Dél-Amerika szakértő, kezét csokolom. Jó reggelt kívánok. Mit szól Neymar góljához? Én semmit, mert nem Nem néztem. Szól semmit hozzá? Dél-Amerika szakértő, és nem szereti a focit? Nem. Az mennyire igaz, hogy ott mindenkit ez érdekel? Mindenkit érdekel, de ezek szerint a józan brazil polgár nem annyira sportcentrikus vagy sportrajongó. Vagy tüntet egy kicsit, és közben nézi a kivetítőn a meccset. Az biztos, hogy így van, csak hogy ugyanakkor egy nagyon józan polgár, aki nagyon jól tudja, hogy ezek a monstre beruházások, ezek az ő életszínvonalát megterhelő kiadások. Na, most benne is vagyunk a közepében. Igen, és hogy a továbbiakban az állam kényszerül majd ezeket a presztízs beruházásokat fenntartani, és az is az ő adójából megy. Most ugye konfederációs kupa zajlik, igen. Ami egy a VB előtti próbatorna egyfelől, másrészt egy nagyon rangos esemény, és majd olimpia lesz. Olyan beruházásokba kezdett valóban Brazília, amelyik a sportról szólnak. Elsősorban. De azt szokták mondani, hogy ez azért nem igaz. Mert egy országnak rengeteg mindent hoz egy nagy sportesemény, itt is rengeteg turista van, az olimpia is óriási beruházás, de hatalmas hasznot is tud hozni, hogyha jól élnek vele turisztikai országpropaganda hasznot. Ez mennyire megy át például a brazil társadalmon, hogy akkor most eljussunk végül oda, hogy miért zajlanak, vagy miért zajlottak, mert a hírek szerint véget értek ezek a nagy szabású tüntetések az elmúlt hetekben. Hát itt a sportberuházások azok egy harmadlagos adalékként jelentkeznek igazából. Ami a döntő érve az, hogy mindenképpen nagyon nagy meglepetés. Senki nem várta Brazíliában, hogy egyáltalán a futballberuházások ellen ennyi ember kimegy. Hiszen a foci a szent, azt szoktuk gondolni, így van, innen messziről. Így van. Csak pont annak a rétegnek, amely az utcára ment, ez a középréteg fiataljai, főiskolát végzett, vagy egyetemet végzett fiataljai, akiknek a Brazília utolsó 6-8 éves fejlődése az nagyon, nagyon nagy távlatokat nyitott az életszínvonalát és a lehetőségeit illetően is, és most ez beszűkül. Beszűkül a válság miatt, fokozatosan csökken a növekedés, a gazdaság növekedésének az üteme, és ezzel együtt csökkennek azok a kilátások, azok az életkilátások, vagy életszínvonalbeli várakozások is, amelyek egy bizonyos középosztályt sokkal magasabb szintre emeltek a gyors felfutás idején. Igen, ehhez képest valóban a foci másodlagosnak látszik, hogy mennyit változott a világ. Az igaz az a hír, hogy ez a egymilliós tüntetéseket is magába hordozó tüntetés, voltak éppen egy internetes, amolyan flashmobként létrejött, a fiatalok által szervezett tüntetésből indult ki? Így van, és ez egy kicsit távolabbra mutat. Én nem szeretem azt a hasonlatot, amelyik az arab tavaszhoz hasonlítja, de a formája, a szervezés módja az ugyanaz. Ez egy teljesen új világjelenség, ha tetszik, társadalmi jelenség is. Az arab tavasz az politikai indítású, a brazil nem. A brazil elsősorban életszínvonalbeli és távlati lehetőségek jövőképpen. Ugye az alapcélt el is érték, itt egy közlekedési tarifa emelésről volt szó, amit vissza is vontak. Az volt a szikra. Itt ami nagyon új világjelenség, amit érdemes megnézni közelebbről, az, hogy ezek a flashmobok az internethez kapcsolódva nagyon gyorsan képesek hatalmas tömegeket megmozdítani, teljesen a politikától függetlenül ebben az esetben. Tehát ideológiáktól és politikai, hangsúlyozottan politikai pártoktól mentes megmozdulásokat jelentenek. De ugyanez azt is magában hordozza, hogy egy bizonyos ponton túl hiányzik az a szervező erő, amely tovább vinné ezt a lendületet, tehát hamvába hol, és nagyon sokféle végkifejlet létezik, az, hogy zűrbe torkollik, az, hogy semmi nem változik, és az, hogy kinő belőle valami fajta szervezett erő. Ilyenre Latin Amerikában több példa van, hogy a civil szerveződések azok egy ponton túl megtalálják azt a szervezeti formát, amellyel tovább működhetnek az adott demokrácia keretein belül. Gondolok itt Argentinában a Piqueterok mozgalmára, amely igazából a
a városi munkanélküliek, a válság alatti városi munkanélküliek csoportjaiból alakult ki, vagy pedig vannak egészen furcsa képződmények, például Bolíviában az ivóvíz készlet megvédésére a Cochabambai civil szerveződés politikai pártá, vagy környezetvédő pártá alakult. Tehát nagyon sokféle mozgalom alakulhat ki ebből. Ha zűrbe torkollik, akkor az utat nyithat egy autoriter megoldásnak, mert egyre inkább eltolódik a társadalom arra, hogy arra felé, hogy rendet követeljen. Itt ugye párhuzamosan zajlott két esemény a világ két különböző pontján, Törökországban és Brazíliában. A kettő között volt egy alapvető különbség, hogy míg a török elnök egészen brutális rendőri fellépésre adott utasítást, vagy legalábbis egyetértőleg bólintott rá, addig a brazil elnökasszony az elején azt mondta, hogy igen, a fiatalságnak az a dolga, hogy kint legyen az utcán, és mondja el a véleményét, azért fiatalok. Aztán ez egy kicsit változott, amikor kiderült, hogy az éjszakáról, estéről estére újra ismétlődik, és gyakorlatilag már az ország nemzetközi hírét, meg a FIFA-val való kapcsolatát is veszélyezteti. A FIFA ugye a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség, ha valaki tényleg nincs benne a fociban. Ezek a nemzetközi kapcsolatok, meg az, hogy milyen országképet mutatunk, ez mennyire fontos Latin Amerikában? Mert Európában ezt tudjuk, hogy kezelik különböző országok, itt élünk. Arról kevesebb képünk van. Latin Amerikában is nagyon változó. Ez a kezelési mód túl azon, hogy valószínűleg nekünk nagyon szimpatikus. Az elnök asszony azt mondta a nagy tüntetés másnapján, hogy Brazília ma jobb országként ébredt. Tehát ehhez azért kell egy úgymond államférfiúi mentalitás vagy hozzáállás. Brazíliában azért nagyon sok hosszú évekig jelen volt az erőszak, nagyon sokféle diktatúra váltotta egymást. Ez egy másik korszak, nem meglepő is, és nem is tulajdonképpen a baloldali kormánytól azért ezt várta az ember. És tud élni ezzel a brazil társadalom, ezzel a megengedőbb hangütéssel? Tud élni, mert vár még megoldási lehetőségeket ettől a kormánytól, vagy ettől az adminisztrációtól. Tehát ez hogy úgy mondjam, nincs benne a napi eseményekben, vagy a várható eseményekben, hogy itt valami egészen elképesztő módon eldurvul. Brazília jobb ország az európai demokráciák felüli megközelítésből szemlélve és vizsgálva, mint a legtöbb latin-amerikai állam? Az emberi jogok, a szabadságjogok érvényesülése, a demokrácia érvényesülése okán? Az utolsó 10-12 évben egyértelműen azt hiszem, hogy igen. Bár nagyon sokféle társadalmi probléma szabdalja, és ebben a legfontosabb, ami irritálja a lakosságot, az a közbiztonság nagyon-nagyon komoly problémája. Ezt látjuk néha a híradóban, hogy a favelákat ellepik a katonák, mert a rendőri erők nem képesek megfékezni a banda háborúkat. A Rio de Janeiro hírhetten nem biztonságos város, tehát ez egy nagyon komoly negatívuma annak a világnak, de az emberek valahogy megtanultak a demokráciával élni. Nagyon sokat kaptak a demokráciától, tulajdonképpen olyan és ezektől a kormányoktól, tulajdonképpen olyan nivellálódás ment végbe Brazíliába. Ez egy, amely azelőtt elképzelhetetlen volt. Tehát arra gondolok, hogy a Lula kormányzása idején az államigazgatásban dolgozóknak a bérét fokozatosan azonos szintre emelték. Addig óriási különbség volt a déli fejlettebb városokban dolgozók, állami alkalmazottakról beszélek, és az északi ugyanazt a munkát végző emberek fizetése között. Vagy standardizálta, például egységesítette a mezőgazdasági dolgozók alapbérét, esetenként a napszámát is. Tehát olyan
intézkedéseket vezettek be, amelyek az egész társadalom számára nem csak hogy gazdaságilag jelentettek más lehetőségeket, hanem a demokratikus érzület szempontjából és az állampolgári elégedettség szempontjából. Brazília jobb ország lett, ahogy az elnök azt mondta ettől a tüntetéstől? Ezt nem tudom. Elértek valamit? Igen. Ez fontos. Ez fontos, mert a demokrácia valamit fel tud ismét mutatni jó pontként a maga oldalán. Egyértelműen elérték azt, hogy óvatosabban kell kezelni bizonyos dolgokat. Egyértelműen elérték azt, hogy nem lehet ennyire a Brazíliában államkapitalizmus van a mostani formáját tekintve. Tehát az elosztás szempontjait változtatni kell. Ezt mindenképpen elérték. Azt, hogy az egészségügy és az oktatásból nem lehet ennyi pénzt kivonni a futball javára, hogy egészen direkten fogalmazzak, az itt teljesen világos volt, mert ezt még egy ilyen futball szerető nemzet sem viseli el tartósan. Viszont Neymar gólját nézze meg, még ha nem szereti a focit akkor is, hát az gyönyörű, az csodálatos. És ő az igazi brazil sztár most. Az új sztár. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk.